gondolom, hogy nagyon csúnya első félidőt játszottunk, rengeteg pontot kaptunk. Próbáltunk zónázni, hogy minél kevesebb benti pontot kapjunk, ehelyett rengeteg benti pontot kaptunk. Viszont úgy gondolom, hogy a második félidő sokkal jobban sikerült, azt meg is nyertük szerintem. Ez köszönhető ennek is, hogy kicsit jobban összeállt a támadás is, és ezáltal a védekezésünk. Fordítva kéne lennie, de sajnos nálunk ez nem így működik. Próbálunk a második fél időre építkezni, és a play-outban ezt hasznosítani. Again, for my team is like usually, we forget one or two quarters of the defense. We lose the book. Where is the book of the defense? I don't know. So the others score 50 points regular. And when we remember that we can play in defense too, we play normal basketball, but it's not possible every time make one quarter with 30 points for the opponents. So we need, it's the same problem for a lot of game. I think we came out really strong and we just were pushing it every time we got the rebound, we got transition, and we were doing a good job on D, rotating, getting steals, and just basically running less plays as much and just trying to get up and down. Gratulálok a csapatnak, a győzelemhez. Én úgy érzem, hogy azért megérdemelt volt a győzelmünk. Az első negyedben 6 labdát eladtunk, 6 pont volt a különbség, a második negyedben 0-át és egyből 20 pont felé nőtt a különbség. Ez volt, hogy jól védekeztünk, tényleg gyors indításaink voltak, megtaláltuk az üres helyzeteket a zóna ellen is. Talán a 25. perc környékére lett 30 pont a különbség. Itt van egy kicsi hiányérzetem a rutinosabb játékosok felé, hiszen hogyha szép fokozatosan kezdi az ember becserélni a fiatalokat, akkor azért hagytam most is 2-3 rutinosabb játékost a pályán. Nekik sokkal nagyobb felelősségük van abban, hogy ilyenkor nekik kell felvállalni a dolgokat, és nem esetleg menekülni a felelősség elől, és nem a fiatalokat belevinni akár a hibába, akár az elbizonytalanodásba, úgyhogy én itt láttam egy kicsi problémát, tehát az abszolút nem a fiatal játékosokra felrólható az, hogy mondjuk 30 pontról visszajöttek 20-on belőle. Itt nagyobb felelősség kell, és ezt mondom a későbbiekben. Ugye most azért utolsó mérkőzés, Szekszárd ellen itthon, playoff, előre láthatólag ugye a junior játékosaink azért ezeken a komoly mérkőzéseken kevesebb szerepet fognak, úgyhogy ez a későbbiekre vonatkozik. Akár ebben a klubban, akár máshol fognak játszani ezek a rutinos játékosok, hogy nekik ilyenkor sokkal többet kell vállalni, és tudni kell, hogy ők a pályán azok, akik ezeket meg kell oldani. Még egyszer gratulálok a csapatnak, én úgy érzem a győzelem nem forgott veszélyben, és most ettől a pillanattól kezdve már csak a Szekszárd mérkőzés lobog a szemünk előtt. Holnap megnézzük őket a Galatasaray ellen, úgyhogy nagyon fontos találkozó lesz.